Azt hiszem fogalmazhatunk úgy, hogy ez a világbajnokság nem sikerült úgy, ahogy ti szerettétek volna. Mik azok a legfőbb tanulságok, amiket most le kell vonni, hogy a folytatásban ne egy hetedik helyért kelljen játszani? Így van, hát enyém fogalmaztál azzal, hogy nem sikerült jól. Igazából ott 29-én szerdán lehet mondani, hogy egy álmunk tört össze. Nekem az volt az álmom, hogy hazai közönség előtt, itt 6-7 ezer ember előtt, a család előtt, barátok előtt, szerettek előtt felérhetünk a csúcsra, úgy is készültünk. Sajnos ez nem sikerült, én megmondom őszintén, nagyon mélyre kerültem az olasz meccs után. Lehet mondani, hogy padlón voltam, utána jött az amerikai meccs. Próbáltunk felállni, de még egyet ránk rúgtak, és nem sikerült. Nyilván most egy pozitívum, hogy ma tudtunk nyerni, és legalább a becsületünk egy kicsit megvédtük a becsületünket, de összességben ez nagy csalódás nekünk. Egy karrierben nem sok esélye van az embernek a világbajnokságon itthon szerepelni. Én remélem, hogy még megadatik ez nekem, mert ugye 27-ben lesz, ha jól tudom, akkor még szeretnék itt lenni. És hát addig pedig azért muszáj felállnunk, mert rengeteg világverseny lesz, így a Covid miatt azért összetolódtak, és már igazából másnapból van egy EB, jövő évben lesz egy VB, aztán megint egy VB, EB, olimpia, tehát elég sűrű a program, mindig van esély javítani. Lássuk az olaszokat, akik tavaly az olimpia heteiket vettek, most meg minden esélyük meg, hogy világbajnokok legyenek. Egy év se telt el, 10-11 hónap, és tényleg föl lehet állni. Tehát ezt ők is megmutatták, mi is megmutattuk már többször, hogy fel lehet állni. Nem könnyű, nagyon sűrű szezonunk volt, de most lesz egy két hét pihenés. Kicsit helyre tesszük a fejeket, mindenki értékeli a saját maga teljesítményét magában. Kicsit magába száll, én is magamba szállok, mert nem voltam magammal megelégedve, sajnos nem jött ki, amit tudtam. És hát nem csak nekem nem jött ki, hanem az egész csapat. Egymás között beszéltetek arról, hogy miért nem jött ki most a lépés, miért nem sikerült szinte semmi sem? Persze, hogy beszéltünk, de azt gondolom, hogy ezt talán kicsit lenyugodva egy-két hét elteltével lehet majd levonni a következtetéseket. Lehet mondani azért azt, hogy egy-egy gólokkal maradtunk alul, bár igazából ez csak jól hangzik, mert azért az olasz meccs már hamarabb eldőlt. Ott nem értettem, mindig ott a meccs közepe felé, vége felé van egy leülésünk most is. Oké, nyertünk, de 8-3-ra vezettük, onnan jött egy 3-4-0-ás széria nekik. Ugyanez megtörtént az olasz meccsen, ugyanez megtörtént a grúz meccsen. Oké, hogy ott azért simán tudtunk nyerni, de ezeket nem engedhetjük meg magunkat semmilyen sportban. Ekkora a kihagyás lőtt gól nélkül és sorozatban ennyi gólkapás, ez nem megengedett ezen a szinten. Azt gondolom, hogy egyénileg a kvalitásban sokkal több van bennünk, azért minden pozícióban lehet mondani, hogy élmezőnyben járunk, de ez csapatsport, és csapatilag ez most nem jött ki.